A megfizethető és biztonságos albérletekért indít kampányt a Habitat for Humanity. A lakhatási problémákkal foglalkozó szervezet szerint a bérlakáspiac szabályozásának átalakítása több mint 1 millió ember lakhatási gondjait enyhíthetné, amellett, hogy jelentős mértékben fehéríteni is az albérletpiacot. Most pillanatilag csömörön egy munkásszállón, havi 47 ezerért. Ez az, amit mondjuk meg tud fizetni? Hát ez még úgy, ahogy belefér. Sebők András egyike azoknak a hajléktalan embereknek, akik azért is dolgoznak, hogy idővel újra otthonuk lehessen. Erre azonban Andrásnak jelenleg esélye sincs, ahogy sok alacsony keresetű fiatalnak sem, a drága albérletárak miatt. Igazából a fizetésemnek majdnem a 70-75%-át csak maga az albérlet kifizetése, amiben ugye nincsenek benne egyéb költségek, mint bérlet vagy egyéb számlák, elviszi a nagy részét. Az albérletpiac szabályozásáért és az árak további emelkedésének megfékezéséért indít most kampányt a Habitat for Humanity. A szervezet pontosabban meghatározott jogi garanciákat adna bérlőknek és kiadóknak egyaránt, valamint adókedvezményeket és albérlet támogatásokat javasol. Ez jelen pillanatban nincs a rendszerben, viszont azt gondoljuk pont azért, mivel maga a szociális ellátórendszer, maga az önkormányzati bérlakás szektor nagyon minimális, ezért úgy gondoljuk, hogy az államnak be kéne lépni erre a piacra, és segíteni azokat, akik nem tudják ebben az albérleti szektorban megfizetni a lakhatásukat. Az EMMI államtitkára legutóbb azt válaszolta az állami bérlakás koncepciót firtató kérdésünkre, hogy a kormány évi 35 milliárd forint települési támogatással segíti az önkormányzatokat. Ezek a települési támogatások azt a célt szolgálják, hogy ők ismerik a legjobban helyben, hogy kinek van olyan nehéz szociális helyzete, amin segíteni kell, és a lakhatáshoz is, a lakbérhez is tudnak támogatást nyújtani. Csak hogy a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke szerint ez a 35 milliárd forintos támogatás nem csak lakhatásra szól, így elkerülhet, hogy a kormány előbb-utóbb döntsön egy szociális bérlakás építési programról. És természetesen a csoknak is meg lehetne maradnia, és azok számára biztosítani a lehetőséget, akiknek több induló tőkéjük van. De az, hogy egyáltalán nincsen szociális lakásépítési program, ez bizony önmagáért beszél, és erre az önkormányzatoknak sajnos forrása nincsen. A Habitat for Humanity az év végén terjeszti majd a kormány elé a javaslatait, amelyet eddig 2000 támogató írt alá.